Köszönöm szépen. Én sok szeretettel köszöntök mindenkit, akit érdekel, feljött erre a mai napra. És hát a mézről, a cím az a méz, de hát minden, ami a mézzel kapcsolatos dolog, olyanokról fogok mesélni. Én valójában belecsöppentem egy méhész családba, és így kerültem kapcsolatba a mézzel, mert hogy a apusomék azok méhészkednek. Miután megismerkedtem a vőlegényemmel, aztán rögtön be is dobtak a mélyvízbe, és hogy a méhek közt kellett dolgozgatnom, és végül is megszerettem, és hát ez már évek óta akkor méhészkedünk is, és hát ugyan nincs nagy család, még család, 5-6 nekünk, de az a sajátunk, és hát amit összegyűjtenek a környéken, a virágokat, virágport, azt dolgozzák fel. Tehát azért vegyes virágméz, amit mi árulunk. Na de, mi is a tehát a házi méhek a virágok nektárjából és a méz harmatjából gyűjtik a méz alapanyagát, amit már az előgyomrukba elkezdenek útközben feldolgozni. És a virágpor az úgymond csak beszennyezi ezt a mézet, tehát maga a méz az a nektárból és a mézharmatból készül. És amint odaér a kaptárba a méh, ez egy híg, magas víztartalmú mézet készít addigra, és a hatszögletű lépsejtekbe teszi, raktározza, és ott a dolgozó méhek elpárologtatják a fölösleges vizet, és így készül a méz. És a tömény méz az nem romlik meg, tehát röviden így készül. De hát a méz története ez sokkal régebbről indul, már az ókorban is, használták, fogyasztották, gyűjtötték. Az Ószövetség is ír, hogy a méhek tárolásáról, méhészkedésről, mézszüretelésről. És a méhektől nem csak a mézet használták fel, hanem a viaszt, mint gyertya, tehát mint világításhoz. És a mézből sok mindent készítettek, mézes kalácsot, mézbort, mézsört, süteményeket, ízesítettek bort vele. Mindaddig, amíg az ipari cukorgyártás el nem indult, tehát ez az 1800-as évek közepetájáig, addig a méz volt az egyetlen egy édesítőszer, amit mindenki tudott használni, szegény is, gazdag is, illetve a gazdagoknak még a nátszukor hébe-hóba kis mennyiségben, vagy valamilyen más édesítés is. De a méz volt valójában az egyetlen. Na és kik azok, akik készítik ezt a mézet? Hát a méz család, és hát azért is mesélek róla, mert ez nekem is érdekes volt annak idején, amikor apusom mesélte a méhecskéget, hogy melyik milyen, és mit csinál, és hogyan. Tehát van az anya méh, vagy méh királynő, aki átlagosan 3-5 évet él, és ez ő a méh családnak a feje, a motorja, a mozgatója, az irányítója. Vannak még a munkás méhek, akik a számok akár 50 000 is lehet egy családban, és nagyon jól beosztják a munkájukat. A gyűjtő munkától a kaptárban lévő belső munkákig mindent végeznek, és 1-2 hónap az élettartamuk. És vannak még a herék, a számuk az 100-3000 között van, és 3-5 hónapig élnek. Tehát az anya és a dolgozó méhek azok a nőstények, és a here az a hím. Az anya teljesen kifejlődött nőstény, míg a dolgozó méhek azok csak ivartalan nősténynek tekinthetők. A méz család fejlődése ciklikus, tehát erőteljes méz család fejlődés indul a tavaszi hónapokban, az akác virágzás idején, akkor nagyon sok petét rak le a méh királynő.
A munkás méhek élettartalma hordástól, az évszaktól függ, tehát tavasztól őszig olyan 4-8 hét, de ha télen viszont 5-6 hónapig is megélnek. És a kikelést követően munkamegosztásuk nagyon precíz és megtervezett, tehát a legfiatalabbak azok a viaszsejteket takarítják, fiasítást etetnek, viaszt termelnek, mézet érlelnek, kaptárt őriznek, aztán amikor már idősebbek, akkor elmennek virágport és nektár gyűjteni, és az életük legvégén pedig a vizet és a propoliszt gyűjtik. Tehát ez a munkamegosztásuk. A here, tehát a hím, az csak 3-5 hónapig él. Télen nincs is. Munkát nem végez, semmi más dolga nincs, csak a méhkirálynőt megtermékenyíteni. És a telelésre készülve a dolgozó méhek ki is zavarják a kaptárból, tehát olyankor nincsen here a családban. Azok olyan elpusztulnak. És hogy kerülnek újra tavaszra, amikor tetét rak az anyami, akkor abból lesz here is, meg minden. És a méhek télen nem alszanak téli álmat, hanem fürt alakzatban összehúzódnak, és hőtermelő munkát végeznek, és abból kapják az energiát, amit nyáron összehordtak mézet. És ezért a méhészeknek figyelni kell arra, hogy nem szabad túl sok mézet elvenni tőlük, mert akkor ősszel etetésre szorulna. Tehát cukorszirupot kénytelen olyankor adni, hogy túlélje a telet. De a méhek júliustól már a telelésre készülnek, és egy tél átvészeléshez egy méh családnak 15 kiló élelemre, tehát mézre van szüksége. A tél átvészelése után az anya már, tehát a méh királynő január-február táján már elkezd petét rakni, aztán, hogy javul az idő, úgy egyre jobban rakja a petét, és a legjobban az akácvirágzástkor, tehát április-május tájékán akkor rakja a legtöbb petét. Mennyi petét rakott? 1000 több mennyi? 1000, 1500, 3000, tehát sokat. És ha egy kaptárban túlszaporodás van, a méhek, akkor a munkás méhek új anyát nevelnek a méh családban, és kirajzolnak, keresnek új fészket. És ilyenkor a méhésznek figyelni kell, hogyha túlszaporodás van, hogy azt saját, tehát ő mesterségesen szétválasztja, új helyet, kaptárt ad nekik, és hogy ne szálljanak el. Tehát hogyan készítik a mézet a méhecskék, tehát virágokból, azoknak a nektárjából, és a virágport is gyűjtik. A nektárból készült tehát a méz, és virágpor útközben megszennyezi a nektárt, idézőjelben megszennyezi, tehát az már csak hozzá plusz valami jó. A virágport a hátsó lábukon ilyen kosárka-szerű szerkentyű, kosárszerű képződményben hordják hozzá, és a nektárt pedig a mézgyomrukban szállítják, és már útközben elkezdődik az átalakítása. És a kaptárban a nektárt a méhsejtekbe teszik, ez nagyon nagy víztartalmú, és azért kell a többi dolgozó méhnek csapkodni és szárnyaikkal, hogy elpárologtassák, illetve a kaptárból szállítsák a párát, és így a már érett méz, az abból lehet tudni, hogy a keretben teljesen, vagy majdnem teljesen a keret le van viasszal zárva. Akkor besűrűsödik, és az a méz, tehát érett, tele vitaminnal, ásványi anyagokkal, és az már nem romlik. És hogyan zajlik egy pergetés? Gondoltam, hogy ez is érdekes lehet. Tehát ilyen keretekben, tehát kereteket raknak be a kaptárakba, amire már úgy előkészítik a méhsejteket, tehát a viaszból, de tovább építik a méhek,
És aztán azokban méz sejtekbe, vagy lépsejtekbe teszik a mézet. És amikor tehát érett, akkor lezárják viasszal, és ahhoz, hogy tehát ki tudjuk nyerni a mézet, azt a viaszt le kell ilyen fésűszerű fedelezővel szedni, és egy ilyen centrifugális erővel kicsapják, tehát ilyen szerkentyűbe, ami kézzel vagy géppel is, tehát motorral is működik, és forgatjuk, és a méz kicsapódik ennek a pergetőnek a falára. Majd lent, hát ezen nem látszik, de lent van egy csap, és abból onnan folyik a méz ki. Onnan még szűrni kell a mézet, mivel hogy hát virágpor is, akár berepül egy-két méhecske, tehát szánydarab, valami viaszdarabok vannak, és azt attól meg kell szűrni. De aztán már szép folyik, mind az arany olyan. Tehát itt fönt látszik a képen a fedelezés. Azt a felső viasz részt kell leszenni, itt alul pedig hát többféle pergetőgép van, ebbe elég sok fér bele, a miénkben csak 4 keret fér bele, de hát a lényeg az, hogy ha pereg, akkor centrifugális erő ki dobja a mézet. És hát aki elveszi a méhektől a kereteket, hát annak egy kicsit el kell kábítani a méheket, mert különben nem jobb néven veszik, hogy a saját élelmüket elraboljuk, tehát egy füsttel elkábítják, úgymond elkábítják. A füstre nagyon érzékenyek a méhek. Valószínű az erdőtüzek még régebről egy olyan reflexet, vagy olyan viselkedést váltanak ki bennük, hogy akkor menekülnek, tehát valami biztonságos helyre. És ezt használja ki a méhész, amikor perget. És hát a színes overall, tehát az öltözet is azért van, hogy úgymond riasztja a méheket onnan. És hát az elzárt helyiségbe szoktuk végezni, mert így is azért sokan megtalálják, hogy hát itt van az elrabolt méz, de nem az emberrel foglalkoznak, hanem a mézzel, és azt úgy külüzsongják, és totál minden részek kis méhecskék úgy néznek ki, mert a mézükkel vannak elkeveredve, és ott bolyonganak, és totál úgy néznek ki, mintha részegek lennék, hogy düllöngéznek. Érdekes. Viszont aki fél a méhektől, annak szörnyű lehet hallani, mert rengeteg. Tehát volt, hogy a fejünk fölött nem tudom hány száz méhecske zümmögött, de mink pedeleztünk, meg dolgoztunk, és nem csípt. Hát engem azt hiszem az 15 év alatt egyszer csípott még a méhecske, akkor is azért, mert belenyúltam a törőközőbe volt, és ott. Tehát nem csíptnak még különben. Vagy hát, ha... Na és hát kristályosodik a méz, de ezt általában azt szoktuk hinni, hogy uncukodik a méhész, valamit cukrot, vagy valamit beletett a mézbe, és azért kristályosodik, de gondoljunk bele, hogy akkor befőtteknek is ki kellene kristályosodni. Viszont azt tudni kell, hogy a nem jó minőségű mézek, azok nem ikrásodnak soha. Tehát inkább az a rossz, ha nem ikrásodik egy idő után. Az már gyanús lehet, hogy a polcon, mondjuk nem mondok üzleteket, de hogy végig folyik. Attól függ, hogy milyen mézről van szó, mindjárt. Oda jutunk. Tehát attól függ, hogy a kristályosodás, hogy milyen arányban vannak a cukrok. Tehát kétféle cukor van a nagy mennyiségben a mézben, a szőlőcukor és a gyümölcscukor, és ennek az arányától függ, hogy milyen gyorsan ikrásodik vagy kristályosodik, de a vitamin tartalma, még az ásványi tartalma nem változik, tehát akár ikrás, akár folyékony, az ugyanolyan minőségű is.
És hát a természetesen, ha ikrásodik és bekristályosodott, azt újból folyóssá lehet tenni, de a hőfokra kell vigyázni, tehát nem lehet nagy hőfoknak kitenni, mert akkor a vitaminok és az ásványi anyagok csökkennek benne. Na most a gyorsan ikrásodó fajták, azok a repce, a mustár, a napraforgó. Tehát ebben valószínű nagyon sok napraforgó van. Hát most az idén, nagyon, ott a környékén, a Pánában nagyon sok napraforgó volt, úgyhogy szinte biztos vagyok, hogy a legtöbb ebben a mézben a napraforgó. Augusztusban pergettük, és már egy hónap után ilyen ikrás volt. Ezt viszont május végén és júniusban pergettük, és még mindig folyos, tehát nem én melegítettem fel. Ez viszont valószínű nagyon sok akácot tartalmaz. De teljesen egyik sem tiszta, tehát vegyes, mivel hogy nem visszük területre, de vannak, akik tehát úgy csinálják, akik direkt tiszta területre, házra viszik, akácra viszik, nem tudom mire, akkor az nagy valószínűséggel csak azt a fajta virágport tartalmazza. Tehát ami gyorsan is ikrásodik, tehát a például a napraforgó is, a pittyvang, a hárs, a gyümölcs, borostyánméz, a lassúak, az pedig az akác. Tehát az akác, ez amit mutattam, ez akác idején pörgettük, tehát az többségben akác, vagy a vaddohány, sonkóró, bükköny, édesharmat, tehát ezek lassabban ikrásodnak. De a méz az 70 féle gyógy és fiziológiai hatással bír, tehát elsősorban kiváló szénhidrát forrás, de nagyon gazdag ásványi anyagokban, vitaminokban, szerves savakban, illóolajokat tartalmaz, enzimeket tartalmaz, aminosavakat, fehérjéket és bioaktív anyagokat. Hát, hogyha részletesebben szeretnénk tudni, hogy mit is, tehát 18 féle aminosavat, 22 féle, tehát a fehérje építő anyagait, 22 féle ásványi anyagot, vasat, mangánt, kálciumot igen nagy mennyiségben, cinket, szilíciumot, foszfort, jódot, alumínium, tehát sok nyomelemet is, szőlőcukrot, gyümölcscukrot tartalmaz 70-80%-ban, vizet többnyire 17%-ban, de vannak sűrűbb fajták, azok 7-8-10% vizet tartalmaz, akkor vitaminok azok már nem olyan túl sok, de azt is tartalmaz, főleg D-vitaminokat, enzimeket és flavonoidokat. Na most a flavonoidokat, mivel sokat halljuk, de ezzel nem annyira tudjuk, hogy micsoda, ezért gondoltam, hogy azt is elmesélem. Tehát, hogy mi az, ami a mézben benne van, tehát a flavonoidok, azok a növényvilágban elterjedt gyógyhatású vegyületcsoport, és a legtöbb flavonoid az együtt az A, E és vagy a C-vitaminnal fejtik ki a hatásukat, jótékony hatásukat, többnyire képesek számos betegség kialakulását visszaszorítani. Ugyanakkor, tehát a flavonoidok hatásai, hogy antioxidáns hatásúak, tehát szabad gyökfogás, akkor az immunrendszer működését befolyásoló és gyulladás csökkentő hatás, akkor asztma és allergia ellenes hatásuk van, egyes enzimek működését módosítják, vírus és baktérium ellenes hatásuk van, ösztrogén hatás, tehát karcinogén, karcinogenézist és mutagenézist, tehát a rák ellenes hatásuk van, májvédő hatásuk, és a véredényrendszerre is jótékony hatással vannak. Tehát ezek is mind tehát benne vannak a mézben. Méz illattani hatásai, tehát többet jelent a méz, mint édesség. Manapság, amikor sok szó esik, tehát a természetes táplálkozásról, hál' Istennek, egyre többen próbálkoznak helyesen étkezni, illetve életmódot változtatnak, a méz is inkább előtérbe kerül, és újra visszakerül a méz pozitív hatása is, és egyre többen fogyasztják.
hogy pontosan mit is, mennyit tartalmaz a méz, tehát energiában, tehát egy tízdek a méz az 300 kalória, fehérjét minimálisan, zsírt abszolút nem, és 82 g-nyi szénhidrátot tartalmaz. Tehát egy kiló mézben méz megegyezik 50 darab tojás tápanyag értékével, vagy 25 darab banánéval, vagy 40 darab narancssal, vagy esetleg másfél kiló marhahússal. A méz cukortartalmának több mint 80%-a azonnal felszívódik, és nem terheli a hasnyálmirigyét, tehát nem kell a hasnyálmirigy enzimeke ahhoz, hogy felszívódjon. 11 féle vitamint, sok-sok ásványanyagot, enzimet, stb. Tartalmaz. A méz egyik legismertebb hatása az izmok munkaképességének a segítése, a szív izomzatára is jótékony hatással van, a pozitív hatással van, tehát a szívritmus zavarokra, szívizomgyulladásoknál, hipertóniánál, torokgyulladásnál, gége és légcsőhurut gyógyításánál. A méz rendszeres fogyasztása teljesítménynövekedést, az egész szervezet jó kondícióját, betegségekkel szembeni ellenállóságot eredményez, lassítja a kórokozók fejlődését, és a méz hatására a sejtek jobban használják fel az oxigént. A méz erősíti az idegeket, az immunrendszert, tehát ezért is, tehát többnyire télen vagy ősszel hidegebb időkben szoktuk a mézet fogyasztani, de azért egész évben nyáron is, tavasszal is lehet, de a többségünk azért, mivel hogy az immunrendszerre nagyon jó hatással van, ugyanakkor méregtelenít is, tisztítja a szervezetet, máj sokkal könnyebben, jobban és gyorsabban dolgozza fel, mint a cukrot. A kristálycukor valójában a szervezetből ásványi anyagokat vonál, míg a méz az, mivel ennyiféle ásványi anyagot tartalmaz, pótolja az ásványi anyagokat, tehát ezért is érdemesebb mézet fogyasztani. Jótékonyan hat a fiatal szervezetekre, de az idősebbekre is, és hát a csontvédő vagy csontképző hatása miatt, mert hogy sok kálciumot tartalmaz. És hát a méz külsőleg is lehet használni, akár masszázs is ki lehet próbálni, de a sebekre nagyon jól, sebekre, tehát bevonja a sebet, és fertőtleníti, kiöblíti a sebet, könnyebben gyógyul, megöli a baktériumokat, méz serkenti a sejtképződést, tehát mindenképpen jó hatással van a seb gyógyulásra. Ugyanakkor sokan, mivel most már természetes kozmetikumok is mind gyakrabban előfordulnak, tehát otthon, akik szeretnek házilag előállítani dolgokat, akár házi krémet is mézzel dúsítva kikeverhetnek. Hát sokféle méz van, én csak néhányat szeretnék elmesélni, vagy elmondani a jellegzetességüket. Tehát az akácméz, azt sokan azt keresik, és azt szeretik, főleg azt gondolván, hogy az a legértékesebb akácméz, de éppen mikor indultam, akkor a férjem mondta, hogy éppen erről beszélt, hogy az akácméz az nem annyira jó, vagy jó, hasznos, de egy vegyes virágméz sokkal több ásványi anyagot tartalmaz, mivel sokkal több virágról szedik össze a nektárt a méhek. Tehát az akácméz, ez egy lágy ízű, kevésbé savas akácvirág illatú, főleg szintán vagy enyhén sárga a színárnyalata, jelentős gyümölcscukor tartalma miatt sokáig folyékony.
és kevés virágport tartalmaz, olyankor még, hát jó, van, kezdődik a tavasz, nyár, de legjobban, tehát csak az akác virágzik olyankor, valószínű, hogy ezért is kevesebb a virágpor benne. Jó fertőtlenítő, jó a köhögésre. Aztán a napraforgó méz, ami erős, karakteres ízű, kesernyés, savanykás és aranysárga, gyorsan kristályosodik, és ezek a nagyméretű kristályok képződnek, melyek leülnek az edény aljára, és fönt pedig egy ilyen híg, kicsit folyósabb rész marad. Élelmiszer alapanyagnak kiváló, mert hogy jó a színező és erős íze miatt, és elsősorban tehát ezt lehet használni sütéshez, főzéshez, viszont a savtótengést vált ki, tehát az, akinek sok a gyomorsa, az nem. Annak nem annyira jó. A vegyes virágméz, tehát itt többféle virág, ról gyűjtött néktárból, virágporból tevődik össze, emiatt a színe is változó, a világos sárgától a sötét barnáig, tehát azt mi is látjuk, amikor a kaptárokat fedelezzük, hogy van, ami világos sárgát, akkor középsárga, tehát a maga viasz is azt szerint színe változik, hogy milyen virágot gyűjtöttek be. Hát, hogy milyen virágokból, ez attól függ, hogy mi van a környéken, tehát lehet az vadrózsa is, gyümölcsvirágok, akácvirág, galagonya, meg hát a napraforgó, tehát, vagy facélia, vagy fehér májva, tehát ami a környéken van, abból a virágból. Akkor a hársméz is nagyon közkedvelt, vagy keresett méz. Íze kesernyésebb, fűszeresebb, színe a gyűjtés idejétől függ, lehet világos sárgától egészen a sötét sárgáig, és erősen hásva virágillatú, lassan kristályosodik, hörkurútra kiváló, alkalmas lázas betegségek enyhítésére, görcsoldásra, álmatlanságra jó, idegesség leküzdésére. Viszont főzéshez nem annyira javalják a kesernyés íze miatt. Aztán egy érdekes méz, a facélia méz, vagy mézontó fű méz. Ez, ahogy a képen is látszik, ez egy nagyon szép lila virág, és tele, és folyamatosan virágzik. Tehát a méheknek sok, úgymond, munkát ad, mert hogy sokáig virágzó növény. És nagyon szeretik a méhek. Most tiszta facélia méz nem sok van. Általában a vegyes virágmézekben szokott lenni facélia, mert hogy ezt nem szokták olyan nagy területen termeszteni. Nem, az más. Világos, áttetsző színű, viszonylag sokáig folyékony marad. Ez ilyen csemege méznek felel meg. Hát méhészeti termékek között nem csak a mézet kell megemlíteni, hanem a virágport is. És a virágokon munkálkodó méhek, tehát a kis hátsó lábukon lévő kosárkákba gyűjtik a virágport, amit a méhész úgy tud begyűjteni, hogyha a kaptár nyílásán, ahol kibe jár, úgymond ajtaján, kibe mászkálnak a méhecskék, ott azt leszűkít, és alulra egy kis kosárka, vagy hálószerű kosarat tesz, és ahogy megy be, leveri a lábáról a virágport, és akkor ezt a virágport aztán szárítják, tisztítják, és így lehet fogyasztani. Érdekes íze van, olyan erőteljes, kicsit savanykásan. Nagyon ajánlatos növekvő gyerekek számára. A vérben növeli a vörösvértestek számát, a szervezet edzettségi állapotát fokozza, hatására csökkennek a megfázások. Naponta maximum 30-40 grammot lehet fogyasztani, de erős fizikai munkát végzőknek is külön ajánlott.
gyorsítja a test regenerálódását, javítja az étvágyat, elősegíti a jobb tápanyagok hasznosítását, serkenti a szellemi képességet. Jó a közérzetet, fokozott aktivitást biztosít, hajhullás ellen is jó, szívizmot erősíti. Gyerekeknek kevesebb, tehát 5-15 g naponta ajánlott, felnőtteknek ennek a duplája. Aztán a propolisz is ismerős, biztos sokak számára. A propolisz a méhek tömítő vagy ragasztó anyaga. A növények rügyének ragadós váladékából gyűjtik össze. Ezt az anyagot a kaptár repedéseinek betapasztására használják, vagy felület egyenletlenségének, idegen maradványokat vonnak be vele. És hát sok mindent tartalmaz, illóolajat is, vitaminokat is, aminosavat, enzimeket és ásványi anyagot. És ebből általában tinktúrát szoktak készíteni, és ezt a tinktúrát használják az egészség megóvására. Tehát a napi adagja az 15-20 csepp, értágító, vényos más szabályozó, baktérium szaporodását gátló és frissítő hatású, a rendszeres fogyasztása általános szervezeti ellenálló képességet magas szinten tartja, jó a torokfájásra, a megfülés esetén, akár gargalizálni vele, és hát körömgombásodásra, bőrre, gyulladásra, aranyérre, égési sebekre, reumás fájdalmakra is kiválóan alkalmas. Tabletta formájában is már készítik, akkor gyomor és bélbajokra javallott. És hát a mézből lehet arcpakarást is készíteni, akár nőknek, akár férfiaknak, mindenféle bőrtípusra. Hát erre hidegen sajtot, olajakat, mézet és tojásfehérjét például, de lehet másfajta arcpakolást is készíteni. Hát sok, vagy hát több időt és pepecselést jelent, viszont azért az sokunk számára már fontos szempont, hogy ez tiszta és természetes alapanyag, és mégis tudjuk, hogy mit teszünk az arcunkra, mivel szépítkezünk. A méz gyógyhatása, mert hogy nagyon sok van, rendszeres fogyasztásával megelőzhetjük, vagy állapotokat javíthatunk, tehát szívbetegségre jó, keringési zavarokra, májra, epe és vesepanaszokra, gyomor, nyombil, hurutra, gyulladásos megbetegedésekre, az endokrin problémákra, nőgyógyászati panaszokra, stressz oldásra, álmatlanságra, sugár ártalmak csökkentésére, tehát a rádiótelefon, káros földsugárzás, elektromos vezetékek ártalmatlanítására vagy csökkentésére, influenza esetén lázas megbetegedéseknél mindig elő szoktuk venni azért a mézes, hát most a mézes pálinka jutott eszembe, de nem, inkább a mézes tea, az is gyógyhatású, de azért nem a torok, vagy a lázas betegnek ajánlanám. Csonti ritkulása is jó, főleg, hát mert hogy a legtöbb kálcium, tehát az ásványi anyagok közül nagyon sok kálciumot tartalmaz, vérképzési problémákra jó, fizikai, lelki állóképességet növel, vitaminhiányos állapotoknál jó, húgyúti panaszoknál, izomgörcsre, érelmeszesedésre. Hát én is pénteken rettent betegnek éreztem magam, de már előtte készítettem ilyen gyömbéres citromos mézet. Egyszerű, a
az egész, mert a citromot le kell szeletelni, a gyömbért megpucolni, és azt is leszeletelni, vagy reszelni is lehet, és ráönteni a mézet, és ezt hűtőben kell. És már egy nap után is sok kioldódik, tehát ilyen folyós, még folyósabb lesz a méz, és érdekes ízt ad, és egy nap alatt átvészeltem ezt a, hát lázam nem is lett, csak egy hőemelkedés, úgyhogy hogy én gondolom, hogy ez is, ez a gyömbéres citromos méz is sokat segített, mert hát más nem használtam, nem rohantam orvoshoz. És hát ezt, és még lehet fahéja, tehát cimettel ízesíteni, az is nagyon jó gyógynövényünk. De legjobb három napot várni, tehát arra, hogy ez a gyömbéres méz elkészüljön. Hogy mi minden félét lehet készíteni a mézből, hát én is most kezdtem kísérletezni ezek a különböző gyógynövényeket lehet beletenni. Itt hoztam is dekorációnak rozmaringot, meg citromfüvet. Hát kíváncsi leszek, hogy milyen ízű lesz és hatású a méz, amit ráöntöttem. De valószínű, hogy kioldja még azokban lévő gyógyhatásokat. Az első, az rózsa levél? Az első évben? Nem tudom. Nem rózsaszírom van benne? Itt, ez dió. Ez dió, ez azt hiszem, hogy zsája. Valamelyikben levendula van, rozmaring, akkor kakukkfüves is van. Akkor lehet beletenni különböző gyümölcsöket is. És hát ez is egy különlegesség. Vagy a bodzaszörpöt mézzel, citrommal készíteni. A bort is lehet mézzel, ez itt fönt legfelül a kép az mézes bor, úgyhogy érdekes dolgokat lehet. Persze ételeket is, viszont azt már nem hoztam a receptjeit, mert úgy gondoltam, hogy esetleg mindenki elmeséli, hogy szokott-e valamilyen mézes ételt készíteni. Én minden esetre ennyit szerettem volna mondani, és mézevésben gazdag további napokat kívánok. Hoztam, tehát ezt meg is lehet kóstolni, hogy esetleg van egy különbség a két méz között. Vagy aki szeretne teát inni, hoztam teát is, és kipróbálhatjuk. Én elárultad, hogy gyűjtik be a virágból a propolis. A propolis az, hát azt is a méhek csinálják, viszont azt még nem szoktunk csinálni, tehát azt abban nem tudok hozzászólni. Az a, ja igen, ragasztó anyag, ami letömítik. Hát köszönjük szépen, Tüle, az előadást. Szívesen. Nagyon tartalmas, szép volt. Hát kérdezhetünk, ha valami